Sziasztok srácok! Elérkezett az első videó arra, hogy tanítsak nektek egy kis fingertappinget. Aki követ Instagramon és YouTube-on is valamennyire, vagy akár Facebookon, az ugye már találkozhatott ezzel a műfajjal általam. És arra gondoltam, hogy akkor most én tanítok nektek egy-két dolgot, amit ugye én is tudok. Akinek van kedve és megtanulja mellette, az el is küldheti nekem videóba, hogy mégis neki hogy megy, vagy mennyire örült annak, hogy ezt megtanulhatta. Hoztam most egy nagyon egyszerű kis pár mozdulatos tetténget nektek. Ugye ez Amerikából származik, tehát ez Magyarországon még annyira nem elterjedt, viszont igyekszem valamennyire én is itt terjeszteni nálunk. Szerintem akkor nézz is meg, hogy mit is fogok nektek megtanítani, gyorsan bemutatom, és akkor utána lépésről lépésre fogunk haladni. Jó? Tehát mutatom. Ennyi lenne. Nem tűnik olyan bonyolultnak. Először is tegyük össze a kezünket. Utána ugye szétnyitjuk. Mutatom, a szétnyitásnál ugye a kezed ugye így van. És ahogy szétnyitod, próbáld meg a mutató ujjadat otthagyni, ahol van, és csak ugye ezt az másik három ujjadat csak lenyitod. Tehát innét csinálsz egy ilyet. Fontos, hogy a hüvelykujjad nem mozdul el, hanem itt marad mellette, a mutató ujjad mellett, jó? Tehát ezt mind a két kézzel meg kell csinálni, szétnyitod. Utána itt az ujjbegyek találkoznak, és fölfelé nyitsz. Tehát a két mutató ujjad fog találkozni. Oké? Nézzük meg. Itt vagy, szétnyitod, azaz, majd föl. Most egy harangmozgást fogunk majd csinálni, ugyanúgy megint találkoznak a két mutatójunknak az ujjbegye. Először elfordítod egyiket előre, és a másikat meg hátra. Tehát egy ilyen harangmozgásnak kell lennie. Tehát ugye itt vagyunk, fordítod előre az egyiket, majd vissza, és összezárod. Oké? Nézzük, elejétől nyit, föl, azaz, és jön az, hogy pám, pám, és visszazársz. Oké? Miután, ugye visszazártunk ide, annyit kell csinálni, hogy a gyűrűs és kis ujjadat mind a két kezeden csak becsukod. Tehát, ugye egy ilyen rombusz formát fogunk kapni. Ezután, miután ezt becsuktad, lefordítod ide magad elé az ujjadat. Vannak a tettingben ilyen lépcsős mozgások. Mi is most egy ilyet fogunk csinálni azzal a különbséggel, hogy ugye itt vagyunk lent, ugye be van hajlítva a két ujjunk, csak ugye a mutató és a középső ujjunk fog találkozni. Ugye lefordítottad ide, és most ezt a lépcső mozgást kellene megcsinálnunk úgy, hogy föl fogod ide fordítani a két középsődet. Tehát ez ugye úgy fog kinézni alapjáraton, hogy tehát ugye így lépkedsz fölfelé. Na, tehát ugye így lépkedünk fölfelé. Na most, ugye ide le van forgatva a két kezünk, a két középső ujjunkkal fölfelé lépünk ide. Ugye innét ez picit szétnyitod a két középső ujjadat, és csak fölhajtod ide. Úgy van. Utána a két mutató ujjaddal fogsz lépni, ugye ide kéne fölfelé, de annyit fogunk csinálni, hogy ahogy lépsz fölfelé, vissza leforgatod magad elé a két ujjadat. Tehát meg a két kezedet is persze. Oké? Tehát ugye itt vagyunk, nézzük meg az elejéről. Szétnyitod, majd föl, azaz, bim, van, ugye, visszazársz, itt behajtod a két ujjadat, és leforgatod ide a kezedet. Majd lépsz a két középső ujjaddal föl, majd a két mutató ujjaddal le. Ugyanezt kell a másik oldalra is megcsinálni, fölfelé lépsz két középsővel, majd a két mutató ujjaddal megint ide lejössz. Jó? Nézzük meg csak onnét, hogy itt vagyunk, jó? Tehát ugye megvolt a hintázás, behajtod a két ujjad, leforgatod. Ezután fölfelé, majd le, majd fölfelé, majd le. Innét már csak a vége van, ami annyi lesz, hogy
Ugye visszazártunk ide, visszaforgatod ide a kezedet, kinyújtod a, ki, a maradék ugye, két ujjadat, ami végül is be van hajlítva, majd innét ide visszahozod, ahol nét majdnem, hogy kiindultunk, és lezárod. Nézzük meg a lépegetést, mert lehet, hogy az lesz egy picit bonyolultam. Itt vagy, lépsz, hogy föl, le, föl, le, majd innét, ugye fölforgatod a két kezedet, kinyitod az ujjaidat, visszazársz, és pám, vége is. Nézzük meg az elejétől egybe lassan. Nyit, föl, pám, pám, zár. Azaz, beállítod a két ujjadat, leforgatod, és egy, két, há, négy. Fölfelé forgat, kinyit, lezárod, és vége. Ennyi lesz, próbálgassátok, és egy YouTube után rá fog állni a kezetek. Ha tetszett a videó, akkor már nyomjatok egy lájkot YouTube-on is, aztán Instagramon is, tehát Instagramon követhettek, itt van a link, aztán YouTube-on itt lent, Facebookon is megtalálhattok, úgyhogy hajrá, remélem küldtök egy pár videót.